Ilók és Mihók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony, s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának: édesanyókám, házasodhatnám. Kit vennél el, édes Mihókom? Ilókot, édesanyókám. Eredj, fiam, kéresd meg! Mihók elmegy Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy színás szekeret ért, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénás szekér, és Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához. Hol voltál, édes Mihókom? Ilóknál, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem semmit. Adtak? Mit adtak? Egy tűt. Hadd lássam. Egy szekér szénába szúrtam, és nem lelem sehol benne. Jaj, fiam, nem jól tettél. A csákódba kellett volna szúrni. Másszor úgy teszek. Mihók elmegy leánynézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet, beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni. Hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajtotta a sárba. Hazamegy üres kézzel. Hol voltál, fiam? Ilóknál, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem semmit, adtak. Mit adtak? Egy ekevasat. Na, hadd lássam. A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, s elhajtottam. Jaj, fiam, nem jól tettél, a válladra kellett volna vetni, s úgy hoznod haza. Jól van, másszor úgy teszek. Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, s kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakába, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálódzott és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre. Hol voltál, fiam? Ilóknál, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem semmit, adtak egy borjút. Hol van? Nem látom. Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre. Jaj, édes fiam, nem jól tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötéllel, szépen hazavezetni, a pajtába a jászol elébe kötni, és szénát vetni elejébe. Másszor itt teszek. Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vet Ilók nyakába. Vezeti hazafelé, szólítgatja: ne, bucikám, ne! Hazaérve beköti a pajtába, szénát vet elejébe, aztán beleteszeli az ajtót, és bemegy a házba. Hol voltál, fiam? Ilóknál, édesanyókám. Mit vittél neki? Nem vittem. Adtak. Mit adtak? Ilókot. Hát hol van? Békötöttem a pajtába. Jaj, fiam, nem jól tettél. Eredj hamar, cirógasd meg, vesd szép szemeket rája, és hozd be a házba. Mihók el is ment mindjárt. A háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét. Bement a pajtába, megcirogatta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele. Megsugalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra. Elment a vőlegénnyel a mennyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajta padlására, s lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére a nyuszója. Azon járt az esze, hogy elillanhasson, és valami szín alatt lekéreckedett egy kis időre. Mihók nem hitt neki, és egy hosszú zsinört kötött a nagy lábujjára, úgy eresztette le. Ilók pedig, mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinort, egy kecske lábára kötött, és maga elillant haza. Mihók csak várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinort. Kecske a rángatásra mekegett. Mihók anyja a nagy lármára kinézett, aztán felment a padlásra, hogy lássa, mi a baj. Hol van Ilók, fiam? Oda le! Megkecskésedett, édesanyókám! Hogy megkecskésedett volna? Zsinort kötöttem a lábára, és most húzom fel, de nem felel, csak mekeg. Az anyja a zsinort tapogatva megkapja a kecskét, és észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a mennyasszony után, kibékítik nagy bajjal, és még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, és máig is élnek, ha meg nem haltak.